Azerbajdzsán. Földgázimportra vonatkozó szerződést írt alá Azerbajdzsán fővárosában Bakuban az azeri Szokár és a román Romgáz. Klaus Johannis államfő az azeri fővárosban arról beszélt, hogy az együttműködés Európa energiabiztonságát erősíti. Betétdíj. Február végéig minden kereskedőnek regisztrálnia kell az országos betétdíjas platformon, novembertől pedig tilos lesz olyan csomagolásban forgalmazni italokat, amelyen nincs rajta a betétdíjas rendszer logója. Jövőre 50 banit fizetünk a flakonokért, amit visszakapunk, ha leadjuk. Erdély Stadt. Már nem Magyarország az erdélyi magyarok fő migrációs célországa, derül ki az Erdély Stadt utolsó felméréséből. Az adatok szerint a külföldre telepedett erdélyi magyarok 41%-a soha nem szándékozik hazajönni, és csak 3-4%-uk tenni ezt a közeljövőben. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Újabb földgázbehozatalra vonatkozó szerződést kötött ma a Romgáz az azeri Szokár olajvállalattal. A megállapodás a 2023. április 1-e és 2024. április 1-e közötti időszakra érvényes, jelentette be Klaus Johannis Bakuban, ahol hivatalos látogatáson tartózkodik. Kiemelte, Románia előkívánja mozdítani az energetikai együttműködést a régióban. Klaus Johannis államfő ma reggel Ilham Aliyev azeri elnökkel közösen nyitotta meg a déli gázfolyosó miniszteri tanácsadó bizottságának ülését Azerbajdzsán fővárosában. A két állami vállalat, a román Romgáz és az azeri Szokár csütörtökön állapodott meg új földgázszállítási szerződés megkötéséről, amelyet ma Bakuban írtak alá a felek. Ezt megelőzően Klaus Johannis kiemelte, hogy mind a déli gázfolyosó, mind az Azerbajdzsánban megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia szállítására szolgáló jövőbeli tenger alatti vezeték jelentősen hozzá fog járulni az Európai Unió energiabiztonságához. Felszólalásában közölte, hogy Románia aktívan támogatta a földgáz és az atomenergia bekerülését az uniós taxonómia rendeletbe, a szénmentes gazdaságra való áttérés alapvető elemeként. A földgáz kiszámítható és hosszú távú felhasználását tartjuk kívánatosnak az EU gazdaságában. Románia jelenleg fontos szénhidrogén termelő ország Európának, és ezt a szerepet a Fekete-tengerben már felfedezett gázkészletekkel kívánjuk erősíteni. Mi több, 2026-27-ben még nagyobb mennyiség áll majd a rendelkezésünkre. Románia továbbra is hozzá tud majd járulni Európa energiabiztonságához. Hozzátette, stratégiai prioritás az energetikai együttműködés az Európai Unió és tagállamai, valamint Azerbajdzsán között. Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is elkötelezett a regionális együttműködés mellett, fenntartható megoldásokat lehet találni a közös energiabiztonságra. Több tucat vádlottat állított bíróság elé tavaly az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség, többek között a koronavírus járvánnyal kapcsolatos ügyekben. A vádiratokban szereplő károk becsült értéke lényegesen nőtt, akár csak a lefoglalt javak értéke is. Külön figyelmet szentelt tavaly az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség a koronavírus járvánnyal kapcsolatos bűnügyek felderítésére, hangsúlyozta az intézmény főügyésze. Krimbologás szerint 2022-ben összesen 72 koronavírus járvánnyal kapcsolatos ügyben több tucat vádlottat állítottak bíróság elé. Jelenleg is 90 büntetőeljárás van folyamatban a világjárványhoz köthető bűncselekmények ügyében. A gyanúsítottak száma pedig már elérte a 122-t. Tehát a korábbi 72 dosszié mellett további 90 eljárás van folyamatban, a becsült kár pedig hatalmas. Arra a kérdése, hogy mit jelent a hatalmas kár, a főügyész annyit mondott, több 100 millió euró. A DNA által 2022-ben vizsgált minden nemű korrupciós ügyekben a bűncselekmények okozta kár összesítve meghaladja a 4 milliárd 220 millió eurót, míg 2021 végén ez az összeg csak 1 milliárd 650 millió euró volt. A 2022-ben elkészült vádiratokban szereplő kár becsült összege 247 millió euró volt, az azt megelőző évben pedig 144 millió euró. Tavaly a büntető eljárások során 461 millió euró értékben foglalt le javakat a DNA, míg egy évvel korábban 131 millió euró értékben, közölte a DNA főügyésze. Orbán Balázs születésének 194. évfordulójára emlékeztek ma Székelyudvarhelyen a Városháza téren. Mi minden évben a legnagyobb székely születésnapját ünnepeljük, fogalmazott ünnepi beszédében Gálfi Árpád, a város polgármestere.
194 éve született Lengyelfalván Orbán Balázs író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő. Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs szobornál tartottak ez alkalomból megemlékezést. Ezt a napot nemzeti ünnepeink között tartjuk számon, és igyekszünk is méltóképpen tisztelegni az enciklopédikus művét, eszméiségét és egész vagyonát ránk hagyó polihisztor előtt, fogalmazott Gálfi Árpád a város polgármestere ünnepi beszédében. Orbán Balázsnak a szellemi Orbán Balázsnak a hagyatéka kötelez bennünket, és arra tanított, és arra tanít, ha olvassuk a Székelyföld történeteket a leírását, hogy igenis kell követnünk nekünk Orbán Balázs példáját, és arra kell nekünk a jövőben odafigyelnünk, hogy azt az értéket, azt a hagyományt, azt a szellemiséget, amit itt hagyott örökségként Székelyföldön, itt Székelyföldön, azt továbbadjuk fiataljainknak. A központi ünnepségen Simó Sándor, a belvárosi unitárius egyházközség lelkipásztora is felszólalt, majd a pacsirták énekegyüttes lépett fel, és a szobor megkoszorozása következett. A megemlékezés ezt követően a székelyföldi síremléknél folytatódott, ahol a nyugdíjasok önsegélyező pénztárának énekkara lépett fel, illetve beszédet mondott Bálint Domokos, a Lengyelfalvi Orbán Balázs alapítvány elnöke. Az idei lesz az első olyan év, amikor a romániaiak több elektromos autót fognak vásárolni, mint gázolaj meghajtásút, a személygépkocsi gyártók és importőrök egyesületének becslése szerint. A hatóságoknak időben fel kell készülniük az új trendre, hívta fel a figyelmet az egyesület. Tavaly az országban forgalomba iratott új autók piaca elérte a 127 ezeres küszöböt, és becslések szerint a piacnak ez a szegmense idén 10%-kal fog nőni. A legnagyobb növekedést az elektromos autók piacán prognosztizálja a személygépkocsi gyártók és importőrök egyesülete. Din 100 de români, 9 au luat mașină pur electrică. Tavaly 100-ból 9 romániai autóvásárló elektromos jármű mellett döntött. Valóban így van, és ezt azért mondom, mert sokan azt állítják, hogy ezek túl drágák. Persze mindenki tudja, mennyit enged meg a zsebe, de ezek konkrét statisztikák. Ilyen növekedés volt megfigyelhető 2022-ig. Az idénre becsült 19.750 eladott elektromos autóval már a 14%-ot is megközelítjük. Tehát Romániában az ebben az évben vásárolt 100 autóból 14 elektromos lesz. Ehhez jelentős mértékben hozzájárul a Roncsautó Plusz program is, amelyben idén változásokra számíthatunk. Az egyesület információi szerint a leadott régi autóért járó voucher értékét az inflációhoz igazítják. Fontos ugyanakkor, hogy a hatóságok felgyorsítsák a töltőállomások telepítésének az iramát, hisz ezek száma jelenleg nem kielégítő, figyelmeztetett Dan Vardier. 15-20 banit kapnak majd minden egyes palackért az üzletek, amennyiben a vásárlók kifizették az 50 banis betétdíjat, jelentette ki Táncosban a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. Február végéig minden kereskedőnek regisztrálnia kell a betétdíjas platformra, november 30-a után pedig tilos lesz az alkoholos italokat, üdítőitalokat és ásványvizeket olyan csomagolásban forgalmazni, amelyen nem szerepel a betétdíj rendszer logója. Az állam kifizeti az üzleteknek az újrahasznosítható csomagolóanyagok átvételével kapcsolatos szolgáltatások költségeit, jelentette ki Táncos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. Az üzletek 15-20 banit kapnak minden egyes palackért, amelyet kifizették az 50 banis betétdíjat. A pontos összeget miniszteri rendelet fogja rögzíteni. Még a kisebb üzletek esetében a csomagolóanyagok átvételét várhatóan személyesen fogják megoldani, a nagyobbak visszaváltó automatákra bízzák ezt a feladatot. A termékek ára tartalmazni fogja az 50 banis betétdíjat, amit a vásárlók visszakapnak, ha visszaváltják a palackot, üveget. A betétdíjas rendszer az az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy az üveget, a műanyagot, illetve az alumínium csomagolóanyagot visszagyűjtse a piacról. Az a termelő, akinek törvényes kötelessége ezeknek a visszagyűjtése az értékesítés után. November 30-án indul az idén az országos rendszer. Ennek az országos rendszernek a kiépítésére a Returo részvénytársaságot bízta meg a kormány. Ők voltak az egyetlen részvénytársaság, aki igényelte ennek a rendszernek a kiépítés az országban a versenytárgyalás folyamán. Hozzátette,
A műanyag palackokat, üvegeket és alumínium dobozokat gyártóknak és a viszonteladóknak február 28-áig kötelezően regisztrálniuk kell a Retourro programban. Ennek elmulasztása esetén 20-tól 40 ezer leig terjedő összegű pénzbírságot kockáztatnak. Ugyanakkor november 30-a után tilos lesz az alkoholos italokat, üdítőitalokat és ásványvizeket olyan csomagolásban forgalmazni, amelyen nem szerepel a betétdíjrendszer logója. Már nem Magyarország az erdélyi magyarok fő migrációs célországa, derül ki az erdélyi stat megszűnése előtti utolsó felméréséből. A megkérdezett kivándorolt erdélyi magyarok 41%-a soha nem költözne haza. Már nem Magyarország az erdélyi magyarok fő migrációs célországa, derül ki az erdélyi stat utolsó felméréséből. 2020-ban a legnagyobb létszámban Olaszországban, Németországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Magyarországon éltek. A 2021. decemberében Magyarországon élők körében azok vannak többségben, akik a 2000-es évek előtt települtek át. Németországban vagy az Egyesült Királyságban azok élnek, akik 2010 és 2015 között vagy 2016 után vándoroltak ki. A fiatalok Magyarország, Németország, Svájc, Ausztria, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok vagy Kanada, illetve a nyugat-európai országokat leszámítva már inkább az északi vagy a közép-európai országok fele veszik az irányt. A megkérdezettek 41%-a soha nem költözne vissza Romániába, 25%-uk esetleg időskorában térne vissza szülőföldjére, és csak 3-4% szeretne a közeljövőben hazajönni, 17% talán néhány év múlva. Mert éppen ez a 3-4%, aki azt mondta, hogy majd egy éven belül nagy valószínűséggel haza fog költözni, azok inkább azok voltak, akik fiatalabbak voltak. Nemrég hagyták el Romániát, relatíve alacsonyabban iskolázottak, és inkább a dél-európai országokban élnek, Spanyolország, Olaszország, kevesebben az Egyesült Királyságban, vagy Ausztriában. Itt még érdekes volt látni, hogy akik azt mondták, hogy soha nem térnek vissza, azok inkább az idősebbek voltak, akik régebb, a 2000-es évek előtt emigráltak, Magyarországon élnek, vagy nagyon messze Európán kívüli országokban, az Egyesült Államokban, vagy Kanadában. A Romániában született népesség minimum 18%-a, vagyis 4 millió román állampolgársággal rendelkező személy él jelenleg külföldön. Döntő többség, 71% gazdasági okokra hivatkozva emigrált. Közöttük felülreprezentált a fiatalabb generáció, az alacsonyabb iskolai végzettségű társadalmi réteg. A székelyföldiek 73%-a hivatkozott gazdasági jellegű motivációra, a bánságiak 62%-át motiválta a pénz. A hátrányos megkülönböztetést vagy a román nyelvtudás alacsonynak vélt szintjét a válaszadók mindössze 15%-a nevezte meg, 23%-a döntését politikai ok befolyásolta. A külföldön letelepedettek 59%-a rendelkezik jelenleg is érvényes a román személyi igazolvánnyal. A középmezőnyben helyezkedik el Románia a Transparency International globális korrupciós térképén. A besorolás alapján megelőztük Magyarországot, amely a rangsor szerint a legkorruptabb ország az Európai Unióban. Globális korrupciós térképet készített a Transparency International, amelyen a közszférában tapasztalt korrupció szintje szerint rangsorolta a világországait. A rangsor Dánia vezeti 90 ponttal, majd 87 ponttal Finnország és Új-Zéland következik. Az ellenpóluson Szomália, Szíria, Dél-Szudán, Venezuela, Jemen, Líbia, Észak-Korea, Haiti, Egyenlítői Guinea és Burundi foglal helyet. Nyugat-Európa és az Európai Unió 66 pontos átlagot ért el. Románia 46 pontot kapott, Magyarország pedig a legkorruptabb EU-s országnak számít a Transparency International besorolása szerint 42 ponttal. Bakos Levente közgazdász úgy véli, az ilyen kimutatásoknak nem csak az országimás szempontjából van jelentősége, de gazdasági vonzata is lehet. A kockázati befektetők döntéseit befolyásolhatja. Jelentős következményei vannak a kimutatásoknak a banki szektorban, illetve a pénzügyi kockázati besorolások terén is. Még nagyobb gond az, hogy a nemzetközi pénzügyekben, például a bankközi ügyletekben is minden országnak van egy ország kockázata, hiszen nem véletlenül például a kamatok szintje, amikor egy bank kölcsönöz a másik banktól, akkor egy német bank mindig könnyebben is alacsonyabb kamattal, vagy németországi bankok alacsonyabb kamattal kapnak kölcsönt, mint például egy magyarországi vagy romániai bank, hiszen az adott hitelnek, most nagy bankközi hitelekről beszélek, van egy ország kockázat
komponense, ami aztán persze adott ország pénzügyeiben is közvetlenül visszaköszön. A Transparency International globális korrupciós térképének elkészítéséhez egy nullától százig terjedő skálát használt, ahol a nulla a legmagasabb korrupciós szintet jelöli, a száz pedig a legalacsonyabbat. A világ országainak több mint kétharmada 50 pont alatt teljesített, 26 országa mindenkori legalacsonyabb pontszámot érte el. Az országok 95%-a, vagyis 155 ország semmit vagy csak nagyon keveset tett a korrupció felszámolásáért. Agrárakadémiát szervezett 11 egyszerre az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros megyei ifjúsági tanács Kelementelkén. A rendezvényen a fiatal gazdák az őket érintő pályázati lehetőségekről értesülhettek. Pályázati lehetőségekre és a gazdákat érintő fontos kérdésekre helyezték a hangsúlyt a 11. Agrárakadémián, amelyet a Maros megyei Kelementelkén szerveztek. Birtalan István Balázs szervező, a Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács elnöke elmondta, a rendezvény célja, hogy képezzék az erdélyi gazdatársadalmat, hogy versenyképesek lehessenek a globális piacon. Az elmúlt 10 alkalommal az Agrárakadémia keretében volt már példa igazából mindenre. Farmlátogatás, üzemlátogatás, illetve a pályázati meg az APS kiírásokról szó esett, viszont a 11. Agrárakadémiának a kiemelt előadása az a pályázatokat illeti, illetve a következő 4 éves mezőgazdasági stratégia bemutatása kerül sorra. Barabási Antal Szabolcs, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium RMDSZ-es államtitkára a nemzeti stratégiai tervet és a vele járó pályázati lehetőségeket mutatta be a jelenlévőknek. Itt egy olyan periódus előtt állunk, ami 15,8 milliárd eurót hoz, vagy hozni fog a helyi mezőgazdaságnak, a romániai mezőgazdaságnak, és itt úgy érzem, hogy az RMDSZ-nek egy nagyon nagy szerepe van abban, hogy a gazdatársadalmat összehozza, ilyen agrárakadémiákon, agrárforumokon, és bemutassa nekik a lehetőségeket. Kovács Mihály Levente, a Maros megyei tanács alelnöke hangsúlyozta, a megyének 60%-a mezőgazdasági terület, gazdaságának 20%-a a mezőgazdasághoz köthető, ezért megalakították a Maros megyei Vidékfejlesztési Egyesületet, amely ebben az évben kezdi meg a tevékenységét. A Vidékfejlesztési Egyesület nyilvánvalóan a mezőgazdászoknak, a mezőgazdasággal foglalkozóknak igyekszik időben tájékoztatást nyújtani, hasznos információkat, és hát egy állandó kapcsolatot biztosítani a gazdálkodókkal. A fórumon jelen volt Táncos Barna környezetvédelmi miniszter is, aki a környezetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolatát érintő fontos kérdésekről beszélt. Továbbá olyan témákról tárgyaltak, mint a telekkönyvezés, a sertéspestés és a drónok használata a mezőgazdaságban. A MOL Románia és a Polgártárs Alapítvány több mint 800 ezer leértékű támogatást nyújt környezetvédelmi projektekre a zöldövezet program idei kiírásában. A pályázók február 23-áig nyújthatják be elképzeléseiket a védett területek és a permakultúra kiírásokra. Egy ilyen kertet, akár az iskola udvarán is lehetséges kialakítani. Iskola udvarán vagy más területeken is kertészkedhetnek azok a gyermekekből, fiatalokból álló csapatok, amelyek a permakultúra a városi övezetekben kiírásban sikeresen pályáznak, magyarázza a program felelőse. Ebben a programrészben olyan projekteket támogatnak, amelyek a helyi közösségek bevonásával jelentős mértékben hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdaság fejlesztéséhez a városokban és azok közvetlen környékén, összhangban azokkal az elvekkel, amelyeket a permakultúra népszerűsít. A másik kiírás középpontjában a védett területek állnak. A védett területek összetevőben például lehetséges pályázni olyan projektekkel, amelyeknek célja a védett területeknek a népszerűsítése, megismertetése, elfogadottsági szintjének növelése a helyi közösség körében, főként fiatalok bevonásával megvalósított projektekre. A védett területek programrészben a projektenkénti maximális megpályázható összeg 35 ezer lejről 40 ezer lejre emelkedett. A permakultúra a városi területeken komponens projektjei esetében is 40 ezer lej a maximális támogatási összeg. Idéntől a MOL
Románia és a Polgártárs Alapítvány mindkét program részben díjaz egy-egy szervezetet. A 10 000 lejes díjakat azoknak a szervezeteknek ítélik majd oda, amelyek a legjobb eredményeket érik el a 2023-ban megvalósított projektjeikben. A pályázatokat idéntől elektronikusan és e-mailen kell benyújtani. A határidő 2023. február 23-án 16 óra. Tavalyi évét értékelte a Marosvásárhely Büntetés Végrehajtási Intézet. A sajtótájékoztatón a statisztikai adatok mellett arra is kitértek, hogy milyen körülményeket biztosítanak a raboknak, de arról is szó volt, hogy túl zsúfolt az intézet. A 2022-es évi tevékenységét értékelte a Marosvásárhelyi Büntetés Végrehajtási Intézet. Ádián Jákob igazgató elmondta, figyelnek arra, hogy a fogvatartottak megfelelő körülmények között töltsék büntetésüket. Telefonon tarthatják a kapcsolatot hozzátartozóikkal, napi 60 perces telefonhívások formájában, és több foglalkozással is segítik őket. Vannak például gimnáziumi és liceumi tananyagot követő oktatási programok, de kápolna is van az intézményben. A legnagyobb gondot jelenleg a túlzsúfoltság okozza, ennek megszüntetése az egyik fő célkitűzésük. Tekintettel arra, hogy a város központi részén van az épületünk, ezt nagyon nehéz megvalósítani, de a büntetés végrehajtási döntéshozatali tényezőkkel együtt igyekszünk megtalálni megoldásokat, amelyek az általunk őrzött fegyencek sajátosságaihoz is igazodnak. Jelentős erőfeszítéseket teszünk, hogy áthelyezzünk a fogvatartottak közül néhányat más büntetés végrehajtási intézetbe, hogy a létszáma lehető legközelebb legyen a befogadó képességhez. Az intézetvezető azt is elmondta, hogy a világjárvány miatt online is zajlottak a bírósági tárgyalások, amelyek hatékonyak voltak, nem volt szükséges a vádlottak szállítását járművel és két őrrel biztosítani, és a szökés sem tudták így megkísérelni az ítéletre várók. Az online meghallgatás ugyanakkor szerinte kivételnek számít. Hozzátette, a börtönőri állások nem örvendenek túl nagy népszerűségnek, holott 20 éves munkaidő után már nyugdíjba vonulhatnak az alkalmazottak. A sajtótájékoztatón ismertették az általános statisztikai adatokat, de a fogvatartottak körülményeit is bemutatták. Nőtt az utasforgalom, bővült a légitársaságok kínálata, és változni látszanak a trendek a világjárvány lecsengése után a turizmusban. Bár a világvárosok és a tengerparti utazások népszerűsége töretlen, egyre többen utaznak különlegesebb helyekre. Újra növekedni kezdett az utazások száma a világjárvány lecsengését követően, több reptér is bővítette a turista célpontok listáját. Marosvásárhelyről például már Krétára, Törökországba és Egyiptomba is lehet utazni. A turizmusban eddig tapasztalt trendek változóban vannak. Törökország népszerűsége töretlen az utazók körében, főleg a gyerekbarát és a minőségi szálláshelyeknek köszönhetően. Egyiptomtól azonban Tunézia vette át a vezetést. Görögország szintén a kedvelt helyek között szerepel. Nőtt az egzotikus utazások iránti igény is. Bár nem a legolcsóbb célpontokat találjuk ezek között, vannak megfizethetőbb, elérhetőbb utazási lehetőségek is. Itt Tájföldet említeném meg, ami tavaly októbertől a beutazási feltételeket lazította, és nagyon könnyen lehet utazni most Tájföldre. Bali szigetét említeném meg, ami szerintem egy álomutazás lehet mindenféle szempontból. Közép- és Dél-Amerikából Mexikó, Kuba, akár Dominikai Köztársaság, ezekre volt talán azt mondanám a legtöbb kereset, és egyértelműen a pandémia év slágere Zanzibár, ez még mindig a kereset úti célok között található, és Zanzibár mellett talán még Mauritiusról beszélhetünk. A romániai repülőterek utasforgalma tavaly megközelítőleg 88%-kal nőtt 2021-hez képest, a 2020-as adatokhoz viszonyítva pedig meg háromszorozódott a forgalom. A legtöbben Bulgária, Törökország és Görögország területére utaztak, az üdülőtelepek között a leginkább Várna, Sunny Beach és Hurgada vonzotta a turistákat. Repülős utazás esetén a legtöbben olasz, spanyol és brit célpontokra kerestek rá, de a világvárosokat is sokan akarták meglátogatni. London, Párizs és Róma iránt érdeklődtek a legtöbben. A keresések alapján szintén sokan szerették volna meglátogatni az Egyesült Arab Emírségek egyik legismertebb városát, Dubájt, és a hollandiai Amsterdamot. 10 megyén halad át, és közel 1400 kilométer hosszú a Via Transilvanica elnevezésű turistaút, amely a Környezetvédelmi Minisztérium és a Tösul Jászás Szociál Alapítvány együttműködése révén Erdély történelmi és turisztikai látványosságainak sokaságát köti össze.
A Via Transilvanica a Suceava megyei Putnából indul és a Duna partján Szörényváron ér véget. Hossza közel 1400 kilométer és Erdély számos történelmi látványosságát keresztezi. Az útvonalon haladva megismerhetjük a helyi szokásokat, hagyományokat is, mutatta be Táncos Barna környezetvédelmi vízügyi és erdészeti miniszter, a Környezetvédelmi Minisztérium és a Tösul Jászás Szociál Alapítvány közös projektjét. Az országos projektekből finanszírozott turista útvonal kiépítése és korszerűsítése az alapítvány régi álma. Céljuk a turisták elé tárni az ország kincseit. A Via Transilvanica összeköti a megyéket, embereket köt össze, helyi közösségeket köt össze, olyan értékeit mutatja be Romániának, amelyekre mindenki büszke lehet, a helyi gasztronómiát, az erdők szépségét, helyenként az erdők érintetlenségét, az etnikai, kulturális változatosságot, amelyre mi itt Erdélyben büszkék vagyunk. Hozzátette, a projekt lebonyolítása során az érintett erdészekkel is együttműködnek. A Via Transilvanica 10 megyén halad át. Suceava, Besztercenaszód, Maros, Hargita, Brassó, Szeben, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Mehedinc megyét érinti. Híradónkat látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!